biztos. Hát én 10 évig zongoráztam, 8 éves korom óta jártam zeneiskolába, és érettségi előtt megkeresett egy zenekar, ahova hívtak engem. Hát az érettségit megvártam, ezt jeleztem nekik, de aztán azon a nyáron beszálltam az első zenekarba, ahova akikkel hétvégén jártunk, bulikat játszottunk, így kezdődött. Közben 93-ban megkeresett engem a Bartina Néptánc Egyesület, és zongora kísérő korrepetitorként vagyok munkatárs jelenleg 28. éve. Egyáltalán azt nem tudom elképzelni, hogy milyen ember lennék, ha nem lennék ott. Tehát ez azért közel 3 évtized, ez nagyon sok idő, ez egy fél élet, azt lehet mondani. És hát egy olyan szellemiségben, egy olyan pozitív, egy rendkívüli, sikeres tevékenységet folytató gépezetnek a tagja vagyok, ami nélkül, megint csak mondom, tehát nem tudom, hogy mi lennék, hogyha ez nem lett volna. És még azt azért el kell mondani, hogy nagyon nem akartam én ezt, mert a vendéglátós tevékenységem, vendéglátós zenélés engem úgy kielégített, és úgy éreztem, hogy nem akarok, de érdekes, hogy az megszűnt, és ez maradt, és egy nagyon meghatározó momentuma az életemnek. Azt hiszem, hogy egyre jobb ember leszek, hogy Bartinás is vagyok. Szexhártó engem abszolút minden köt, illetve nem is tudok olyat mondani, ami nem köt ide, vagy erről nem is tudom, hogy tehát tulajdonképpen értelmetlen az én esetemben beszélni, hiszen itt születtem, itt maradtam, szexárdi vagyok, és nem nagyon tudom elképzelni, hogy milyen lehet az, hogy én máshol élek. Megkerestek engem a polgármesteri hivataltól, hogy egy bizonyos időpontra menjek föl, és hát megvan őszinte, egy picit megijedtem, hogy ja Istenem, mit csináltam, mi történt, hát egyáltalán nem számítok én semmire. Nagy hálát éreztem azok iránt, akik engem előterjesztettek, a közönségem néhány tagja, róluk van szó, illetve hát a kitüntetésben a döntéshozók iránt is nagy hálát éreztem. Nagyon meglepődtem, mert abszolút nem számítottam, én ezt csak csináltam. Mindenképpen arra sarkal, hogy csináljam tovább, hogy legyek jó, ugye ez is díjazás és erről szól, tehát hogy érdemes jónak lenni. Az emberek hálája tulajdonképpen már egy jelentős tényező ahhoz, hogy én másképp gondolkodjak az emberekről, a tevékenységemről, de az, hogy ezt egy városi kitüntetéssel még megkoronázzák, a közönségemnek a felé mutatott háláját, amit én aztán mindig visszapasszolok nekik, hát ez a csúcs ennek az egésznek, tehát tulajdonképpen folytatni kell.